I love watching films and listening to music. Sometimes I read a book. Angol szituációs gyakorlat a Nyíregyházi Egyetemen. Ez a kurzus ősszel kezdődött, a résztvevők itt is ingyenesen tanulhatnak. A diplomamentő program 2014 tavaszán indult el, ekkor nyitották meg a regisztrációs felületet, majd pár hónappal később, 2014 augusztusában már részt is vehettek a tanulók az első idegen nyelvi képzéseken. A mai napig több mint 900 képzést indítottunk el, erre közel 14 ezeren jelentkeztek, és a 14 ezer főből nagyjából olyan 10.200 fő az, aki támogatásban is részesült. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 4 helyszínen voltunk jelen a képzéseinkkel. Konkrétan ezek voltak Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Kisvárda, illetve Mátészalka. Itt csak nem 40 képzést indítottunk el, és ezeken több mint 400 fő vett részt. A legnagyobb érdeklődés természetesen a 240 órás képzések iránt volt, ezen kívül azonban indítottunk 120, 180, illetve 360 órás képzéseket is. Összesen 2 nyelvből, angolból, illetve németből indítottunk képzéseket. Az elmúlt hónapokban a Nyíregyházi Egyetemen 7 kurzust, 6 240 órásat és 1 360 órásat indítottak el. 3 kurzus zárt úgy, hogy ott már a nyelvvizsga eredmények is megszülettek. Örömteli számunkra, hogy egy csoport 100%-os sikerrel végzett, tehát mindenkinek megvan a komplex nyelvvizsgája. A 3 átlagában pedig 26 emberből 20-nak van meg a komplex nyelvvizsga, a többieknek pedig vagy szóbeli van már meg, vagy írásbeli, hát bízunk benne, hogy itt is jönnek még a sikeres bizonyítványok. Jelenleg országosan mintegy 3200 olyan diplomamentős nyelvvizsga van, amit már sikerült feldolgozni az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. A nyelvvizsgák folyamatosan érkeznek be a központba, így majd csak a diplomamentő zárásakor derül ki, hogy mennyire volt eredményes a program, amely év végén zárul.